Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Mi a vonzalom köztetek? Ez a kérdés. Ez a videó egy személyes jóslás Lisiana részére. Kedves Lisiana, üdvözöllek téged, ez a te videód. A kérdés az, mi a vonzalom köztetek, és hogyan tovább. Ez a kártya mutatja a te jelenlegi helyzetedet. És pontosan ez a férfi áll a középpontban. Ő nagyon jóságos, ez mutat anyagi jólétre is, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése, nem csak az anyagi jólétet mutatja, hanem azt is, hogy ez a kapcsolat köztetek mennyire értékes. Ez a tolvaj nem azt jelenti, hogy most valamit ellopnak tőled. Nem, nem. Ez mutatja a gondolataidat. Tehát olyan gondolatoktól búcsúzz el, mint például ebből úgysem lesz semmi, vagy ő fiatalabb, mint én ezt feladom. Ezektől a gondolatoktól el kell, hogy búcsúzzál. Mint ezen a képen ez a tolvaj mutatja. Ha a tolvaj elvisz valamit, ha ellop valamit, akkor nincs ott. És ez kell, hogy a gondolataidat átnézd, és pontosan ilyen gondolatok, ebből úgysem lesz semmi, ezektől a gondolatoktól szabaduljál meg, és légy magabiztos, mert ez ad erőt. És mi áll a középpontban? Mi köt össze titeket? Ez pontosan te vagy. Te állsz a középpontban, és pontosan az, amit ő lát. És te fontos vagy neki, mint ahogy neked is fontos és értékes ez a férfi, ez a kapcsolat. És mi foglalkoztatja őt jelen pillanatban, azon kívül, hogy te állsz a középpontban, neki vannak gondjai, problémái az otthonát, a magán életét illetően. Ő neki van most egy párkapcsolata, és pontosan az, amit ő elszomorít. Ő boldogtalan ezzel a hölggyel, és elgondolkozik azon, hogy tudná ezt a kapcsolatot felbontani. És pontosan ez a remény, amit ez a kép mutat neked. Az, hogy ti összejöjjetek, megvan rá a remény. Most felteszem a kérdést. Lehet ebből egy párkapcsolat köztetek? Igen, nem, vagy talán. Amennyiben az inga jobb oldalra fordul ki, az annyit jelenti, összejöttök. Amennyiben az inga bal oldalra fordul ki, az azt jelenti, nem, ebből nem lesz semmi. Amennyiben az inga ki sem mozdul, akkor ne gondolkozz el ezen, hanem várd meg, hogy mi történik. Lehet, hogy összejöttök, az is lehet, hogy nem, akkor megismerkedsz valaki mással. Tehát a kérdés az, összejöttök-e? Igen, nem, vagy talán. A válasz, igen, ti összejöttök. Kedves Lisiana, így tudtam megválaszolni a kérdésedet. Köszönöm, hogy megbíztál bennem. Ha van valaki, akit ez a jóslás érdekel, természetesen megrendelheti e-mailen keresztül. A díjam 3500 forint, asztrológia kiegészítésével 8500. Köszönöm figyelmeteket, a viszonthallásra!
És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!